Tömegek álltak sorba egy sátor előtt a röszkei menekült táborban ősszel. Olyan sokan vártak arra, hogy Magyarországon át Németországba jussanak, hogy ellátásukban a Vöröskereszt segítségét is kérték. A szabolcsi szervezet tagjai is dolgoztak a helyszínen. Két turnusban voltunk Röszkén, a Szabolcs megyei önkéntesek és dolgozók, és egy turnusban Hegyeshalomnál, ahol a menekültek ellátásával foglalkoztunk, élelmiszerrel, egészségügyi ellátással, első segélynyújtással, ruhasegélyezéssel, pszichológiai segítségnyújtással, tehát igyekeztünk minden tőlünk telhetőt megtenni. Erről is szó volt a megyei Vöröskereszt éves küldöttgyűlésén. Pataki Piroska, a szervezet országos vezetőségének tagja úgy látja, ugyan nagyon takarékosan működött 2015-ben a Vöröskereszt, minden feladatot elvégeztek. Nagyon jó érzéssel megyek holnap a országos vezetőségi ülésre, mert nagyon megnyugtató adatokat hallottam most itt a vezetőségi ülésen, ugyanis az elmúlt év nagyon a takarékosság jegyében történt, nagyon nagy megszorításokkal, a jogszabályi feltételeknek megfelelően minden feladatot ellátva, sőt azon túl is. Eredményes volt a működés, és ami ettől is fontosabb az, hogy pozitív mérleggel zárta a megyei szervezet az elmúlt évet. A Vöröskereszt egyik legfontosabb feladata évek óta a véradás megszervezése. Komoly kihívás jelent nekik idén, hogy egyre több helyen nyílik plazmaferezis központ. Ott fizetnek a vérért, ezért a megyei igazgató attól tart, hogy sokan inkább oda mennek. Különösen nehezedik most a munkánk azzal, hogy a plazmaferezis állomások is beindulnak a megyében, és ez valószínű, hogy több fiatal véladónkat el fog tőlünk csábítani. Mindent megtettünk, és meg is fogunk tenni azért, hogy a betegek ellátása megfelelő legyen. Ennek ellenére bíznak abban, hogy sikeres lesz az idei évük is. Azt tervezik, hogy a Körben környékén megnyíló menekült központban is segítik a migránsok ellátását 2016-ban.